Hát, szervusztok! Jó napot kívánok mindenkinek! Jó, na ez is megvan. Na akkor visszakapcsolom a rádiót. Hallani fogtok mindenkit. Na, itt is vagyok. Hát a faszom, senki se jár erre. Merre? Járt költözünk. Itt várlak, Shelly. Shelly! Azt a kurva! Így sem hívtak még. Göring úr. Már megy a stream, de már. Göring. Ne, majd később. Majd elmesélünk mindent. Ajaj.
Hermann. Hermann. Hermann Göring. Így van. De csak azért, mert ugye ő támasztotta föl a Luftwaffét, és nekem is az a nagy terve, hogy föltámasztom a rendőrségnek a légierejét. Már beszéltem a már beszéltem a belügyminiszterrel, kapunk vadászgépeket. Ja, mi? Nem. És ki szedi össze a Waffen-SS-t? Senki. Szevasz, Vandir. Jó van, már a chat is gőringezik, ez nagyszerű. Köszönöm. Ez így ennyi volt. Itt vége. Tegnap hashtag mindenki a chaten egy Luftwaffe-t. Tegnap bekerültem az érdekes státuszba, ma pedig megbélyegeznek. Hát ugye már megint itt tartunk, és ez az önhibámon kívül van, jelezném. Nem, ez az én hibám. Így van, így van. Minden a szart helyettem, köszönöm. Mi van? Semmi. Hibáztassátok csak az LSG-t. Hát tényleg amúgy a kormány, fúj. Én mindig áldozat vagyok, ez így van. Világos kék szem, szőke haj. Vejsz, írtam egy jelentést a izéből. A Nézer doksiba. Tudok róla, hallottam meg, hogy tettem. Hát, ott álltam a kereszteződésnél, és akkor azt akarja bemesélni, hogy nem ment gyorsan. Szegény. Pedig ha őszintébb lenne, lehet, hogy te is elnézőbb lenne. Lehet. Lehet. Á, én nem mentem 200 fölött, azt mondta. Na itt meg azt mondta, hogy hogy tesztelgette az autót, és lehet, hogy gyorsan ment. Hát lehet. Lehet. Tényleg be van kapcsolva a trafi fedélzeten? Igen, be van. Hát nem is vettem volna észre, ha nem pördül meg. Mert nem arra nézett, hallotta. Orás. De becsülendő, hogy nem próbáltál elmenekülni. Váltson már, váltson. Ez a szar. Pedig azt a kocsit nem nehéz hagyni. Nem. Csak imádkozni kell hozzá. Imádkozni kell hozzá. De hát megölt a rendszám, úgyhogy. Annyira nem értem az embereket itt. Állok, és nem ebből elsőnk. Állok. Van olyan 2 millió dollár, ez semmi. Már nem. Készítsd a kart. Kéknyavonos autó a kockatér sarkánál, a PD1 irány utcájában áll, ha érdekel valakit. Nem egy fehér szupra? Barna autó. Nem, egy barna szupra. Na, akkor lehet, vagy valami olyasmi. Rátestette. Nagyon szép. Mondjon ez ki. Elindult. De megáll a lámpánál. Nagyon becsületes. Hát, valami ezt tört. Igen, amúgy ezt én is hallottam. Azt én is. Mindenfélben számod van, szerencsét van. Egy szerencsét van. Hallottad? Szerencsét. Hallod, Vejsz, kapcsolod be a LoL esportot. Mert mi megy ott? Meccsek mennek, gyűjts be a izét. Küld itt. Vagy nem begyűjtötted? A év elején. Ja. Én csak most. Még azt hiszem 4 meccset kell megnéznem. Nagyon jó, a szőlő eladás, mert folyamatosan össze. Ennyi, még egyszer átmegy szőlő leadón, akkor eltűnik. Nem, szerintem azt csinálom. Az piros volt, piros volt, piros volt. Benézek a csomagtartójával. Ez nem hiszem, hogy leveszi. LSPD! Stop your vehicle now! Levette.
pillanat. Jó estét kívánok! Jó estét! Tetszik tudni, hogy miért állítottam meg? Nem tudom. Áthajtott a kocka téren egy piros lámpán, amikor abból az irányból, a bank utcájából balra behajtott ebbe az utcába. Zöld volt a lámpám. Igen. Ez 100 millió %, mivel a mellettem álló platós is ugyanakkor indult, amikor én. Kollega, maga látott mellette egy platóst? Én nem. Én sem láttam platóst. Hát pedig egy platóssal együtt indultam. Egy... Hát én azt látom, hogy megállás nélkül áthajt. És a testkamerám is működött a gépjárműben, ahogy jelenleg is. Szóval, ha az van, akkor vissza tudjuk nézni az egészet. A fedélzeti kamera is ment. Az is. Hát jó, rendben, akkor úgy volt. Mert ott arról beszélek, amikor ott arról a sárokról ide kanyarodott be. Ja, hát ott lehet, hogy volt. Na, ugye. Na, az piros volt. Jó, szeretném öntől elkérni első körben a vezetői engedélyét. Rendben. Fantasztikus 10-es. Értem, rendben. Szóval rágondol a fantasztikus 10-es. Igen. Nagyon jó műsor. És ott már. Akkor... Tató. Ez a személyi igazolvány, nem? Hát mind a kettőre gondoltam, hogy megmutatom. A jogosítványt is kérdem. Egyszerre csak egyet. A jogosítvány. Rendben, akkor a jogosítvány jön. Jó, köszönöm. Hát ez az úriember nem feltétlen van tisztában azzal, hogy itt permi pedlú van, de nem baj. Jó, Wuhan Pedro, ugye? Igen. Születési dátumot szeretnék öntől kérni. 98. január 31. Nagyon jó. Kollega, esetleg utána tud nézni az úrnak. W-vel van írva Wuhan és Pedro. Igen. Nagyon szépen köszönöm. Addig az úr elrakom a vezetői engedélyét. Az igazoltatás végéig. Például csak papírozni is kell mellé. Van. Pedro, ennyit írok egyelőre. Jó, és szeretném elkérni a gépjárműnek a forgalmi engedélyét. Szintén a fantasztikus 10-es. Igen. Jó. Ott vagyok. Csak nem én akartam megnézni, hanem át szerettem volna adni. Kollega, nincs ilyen találat a rendszerben az út tiszta. Jó. Rendben, köszönöm szépen. Esetleg addig az autóba beírva a laptopon beírjam a jelentést? Ha megkérem, igen. 2146 a jelvényszámú. Olyan kérdésem lenne, uraim, hogy ezzel most az én... hogy mondják azt? Van egy papír, amit el kell vigyek. Az erkölcsi bizonyítványomban ez most benne lesz? Nem, mivel az erkölcsi bizonyítványokban a kollega javítson kötetében, de tudom már csak a bűncselekménynek... És az ilyen súlyosabb bűncselekménynek kerülnek be. Nem tudom, hogy ez például... Nem, ez egy, minek minősül. Ez egy mezei közúti szabálysértés. Viszont most kinyitottam itt a műszaki résznél a forgalmiát, és azt vettem észre, hogy nincsen benne semmi, szóval ez a gépjármű még nem látott szerelőt. A gépjármű nyitva van? Igen, elvileg nyitva van. Jó, akkor megnézném a kilométer óra állás, vagy ha friss a gépjármű, akkor nem fogjuk ezért megbüntetni külön. Hát igazából nemrég vettem. Jó, ezért nem fogok büntetést kiszabni, 26 km van a járműben. Rendben, szerintem el fogom még a mai nap folyamán vinni a szerelőtelepre, ugyanis pont kell ugye bizonyítványt kérjek, mert...
Mert jelentkezett. Mert oda jelentkeztem, aha, igen. Jó, rendben. Akkor ezt kitől tudnám amúgy kérni? Bármelyik szerelő tud műszaki csinálni a gépjárművel. Nem úgy, azt a rendőrségen tudja kikérni. Ó, rendben, rendben, akkor 9 óra után megyek oda. Jó, hát hogyha lesz rá referens, akkor biztos meg tudnak ebben majd segíteni. Nos, viszont én most meg fogom majd büntetni a piros lámpán való áthajtásért. Jelzem is a kollégának, hogy csak ezt jegyezze fel egy pillanat. Rendben. Jó, kollega, itt vagy, hallasz? Jó, akkor nem. Amúgy figyelmeztetést adni, hogyha például az első eset? Csak így kérdezem, nem azért, hogy alkudozni szeretnék, nehogy félreértse, csak egy kérdés. Nagyon ritka eset az, amikor csak figyelmeztetést adunk, mert általában sajnos a lakosok nem tanulnak belőle. Értem. Nevzem, hogy ilyen egetverő összeg lesz. Értem. Azt mondja, piros lámpa. Lehet, hogyha úgy van, akár helyszínen is ki tudnám fizetni. Ez csak egy 100 000-es csekk lesz, hát jó, van akinek csak, valakinek nem, de szerintem nem egy olyan vészes téma. Ezt arra szólítanám fel, hogy az elkövetkezendő 7 napon belül legyen szíves befizetni. A csekkeket a fantasztikus 7-esre gondolva tudja megtalálni. Rendben, meg jó, is van. Jó, rendben. A legközelebb pedig kérem jobban figyeljen oda egy kicsit, és ugye a gépjárművészetnek a műszakiztatását intézze el, mert a legközelebb már nem leszünk elnézők, hogyha nagyobb a kilométer szám a gépjárműben. Rendben. Jó. Lehet, hogy az esetlegesen a zönök testkamera felvételét valahol meg tudnám nézni? Természetesen. A telefonomba belépek, ott tudom nézni? Hova nem kell? Ó, már látom is. Rendben, köszönöm szépen akkor. Nagyon szívesen, uram, köszönjük, hogy ilyen együttműködő volt, és hogy a testkameránknak a felvétele az holnap már online elérhető lesz, ugye visszatekinthető lesz az egész, és amennyiben úgy ítéli meg a felvételek alapja, hogy nem volt jogos kiüttetés, nem, akkor de a... Nem, viccet félretéve, akkor vagy keressen fel engem, vagy a... De az a célszerű, hogyha az LS gombnál tesz ezzel kapcsolatban bejelentést. Nem, nem, csak azért kérdeztem, mert szeretem nézni az ilyen testkamera felvételeket. Ja, értem, jóval, rendben. Csak azért gondoltam. Oké, köszönjük szépen az együttműködését, ura. Én is köszönöm szépen. További szép viszlát... estét kívánunk. Szép estén. Na, itt vagyok. Ad, menjünk utána egyből. Azt kapjuk. Jelentést addig megírtad? Aha. Mindent hova beleírtál? Mindent beleírtál? Merre ment? Szerintem ott van bent az autókereskedés, én elraktam. Mit kerestek? Kiderülni, hogy ő az. Nem az volt az. De szerintem az volt, mert ide kanyarodott be. Igazoltatás után, ahogy beszálltunk a kocsiba, elment mellettünk egy ilyen régi Skyline-ra hajazó jármű. Az, amit én keresek. Drift... Fehér neon volt alatta, nem? Aha, driftelt is. Az bassza meg. Ott a fegyverbolt mellett volt. Én is azt keresem. Szerintem az a gyanúm, hogy lerakta a kocsiját ott az autókernél, és bement az autókerbe, jól láttam. Elszágúdott mellettünk eléggé durván, aztán még egy driftet is levelt utána. Nem, az nem driftelt, az karambolozott és semmi hát RP, az ment tovább. Aha. Hát minden esetre nem volt piskóta, az biztos. Hát nagyon befostam, ez kicsit hangosabbra van véve, mint gondoltam, nagyon szépen köszönöm. Mi ez, tetőn egy kribuájra? Idiót. A kurva életben. Nem tudom, kinek van, de tetszik. Egyéb, ne bánts. De, 110 fölött mondasz, akkor eladom. 110 fölött? 111. Nem, amúgy, még nem. Na, licitálom. És adok én egy tetőset, meg egy 40 milliót mellé. Mi
van veletek? Nagyon az szépen a baj, köszönöm a követést. Még is. Nem élveztem ki teljesen is. Hát nem, mert nem vagy fönn. Minek neked ilyen autó nem vagy. Á, Wuhan Pedro személyesen hát. Nálam ugye a bírságért. De megtettük, mint megkövetelt a haza és a törvény. Nem úgy vagyok fönn, csak ugye be kell járni felkészítőre. No, nem bántás mondta, ő se csak azért, hogy akkor tudná ő használni. Az igen, az hol lett? Szerintem beesett a föld alá, ha jól láttam. Bemért a trafi 148-al, nem bírta bevenni a kanyart és eltűnt. Nem baj, itt megvárjuk. De hogy láttam, meg is akadt a srác, szóval szerintem elnyelt a föld. Menj vissza a sarokra, hát ha a sarkon újra meglátjuk. Jó. Polár, hogyha netán talán egy reportjön, hogy beesett. Valaki chatről erősítse már meg egy cítés, azt láttátok, hogy eltűnt, csak így hirtelen. És egy ilyen más is látja. Egy ilyen zöld Chevrolet, Silverado. A report meg az IC, ugye az kettő. Amúgy igen. Hát ez nem tudom, hogy hova tűnt. Na, valaki látta konkrétan, mi történt? Mert én pont nem. Láttam pont még a másik eszközről. Láttam, barátom, mit csinál a szembesem. De pont nem láttam a pont. Jó, most már bebogoltad én ma. Szőlőreadás, voltam újra megnyomni, most akkor autókeresés előttem van. Halmozod az élvezeteket. Minden van. És közben sétálok az utcán. Na hát akkor tudsz vásárolni. Megint hívok egy taxit, hát jobb lesz a világ. Majd egy pillanatra meg tudunk állni. Uh-huh. Hopp, ott van. Hopp, ott van. Ott van. Ellenőrzöm is a rendszámot. Na jó, hát azért nem megy. Ez az, ez az. Szép estét! Szállam, jó, hogy neked jobb. Szép estét! Nem, már... Legyen számaszám, 1084. Már megint? Azt szeretném... Te önjött az old Silverado-val? Igen, én jöttem. Ez nagyszerű, mert bemértük. 148-al kollega, ugye? Aha. Biztos nem mentem annyi, biztos nem mentem annyival. Van már engedj. Akkor ő is engedje el a szerelési díjat, és akkor kivitek vagyunk. Nem, hát én kifizetem. Azt már megkaptam. Csak a rendszám miatt. Én kifizetem. Majd legközelebb egy ingyen szerelés. Jó, megbeszéltük. Jó, hát a rendőrülök hívtak ezért, hát sietni kellett, ne. Jó kibúvó. Sietni kellett, nehogy más ügyel a munkát. Is. Végre vettek föl valakit a Sam Crow-hoz? Sam Crow? Nem Sam Crow-s maga? A ruha. Ne sértegess már. Ja, jó. Szerintem azok már nem is léteznek. Hát amióta eljöttem, nagyon nem. De ahogy látom, most Benéz újra töltve. Ja. Ja. Szuperkárban vannak most sokan amúgy. Igen. Ja. Mindegyiket kipróbálják, amelyik jobbot adott. Meglátjuk, hogy lesz. Hogy lesz. Na jó, kollega, akkor mi szerintem folytassuk a járőrözést. Hello. Ilyen nincs amúgy. Nincs. Jó estét. Jó estét. Pedig milyen szép kis lett volna belőle csak. Hát ma már azt hiszem ma már én hármat adtam neki, ez szép negyedik felvonás lett volna. Az egy 650 ezres csekk. Aha. Vezetsz? Vezessek? Hát én is ezt kérdezem. Hát mondhatok. De akkor nem menjünk a Volkswagennel, az valamivel jobb. Na mehetünk azzal is. Szerintem is, a szívemhez nőtt már. Merre van Rusweiss? Nyilván Weiss sincs itt. Amúgy, ha keresitek azokat a tuningosokat, akkor mindig a rendőrség mögötti custom mögé szoktak beállni oda a csatornához. Itt balra, azután utánnak lehetne nézni. De le a csatornába vagy?
Nem, ott van mögötte egy ilyen kis sikátor, oda szoktak beállni. Aha. De mindjárt megnézem, mert pont erre jövök ugye rendszám miatt. Ugye amúgy a neonod miatt állítottalak meg elsősorban. Ezt figyelem. Most nem látom őket. Megvan. Itt. Autóker, autóker! Erősítés kell? Igen, menekül. Autóker, milyen tovább irányba? Az építkezés fele. Fehér az a szarom tudja mi. Ez a régi fos. Fönt vagy lent menekül? Megyünk fölfelé, az ékszer felé. Jó, most vissza izé. Kockatér felé megyünk. A fönti hídon vagy a lenti részen? Lent részen. Megint autóker. Autóker. Jó van, megyünk. Autóker fegyverbolt felé. Szóval jó, a rendőrség felé. Fölmegy az autópályára, szembesávba. Megyünk kifelé a Zsozsóbolt fele. Szembesávba. Jó, jó. Milyen kocsival van a kolléga? Hát, már mint az üldözött? Nem. Rád gondoltam. Én? Ó, bazd meg. Tudod tartani a tempót vele? Lekanyarodott, lekanyarodott. Ott a... Megelbasztam a lejárót. Basz! Megy izé fele. Hát elvesztettem. Amúgy... Kicsi, ilyen nincs. Itt már nincs. Amúgy nem tudom, mert lehagyott. Csak benéztem a lejárót. Ügyesen vezet nagyon. A Swiss milyen vannak a 130 ezeres izé, baromi gyors autónak. Tudom, mire gondolsz, nem tudom a nevét. Nem, Nissan, valami Nissan. Valami fehér valami volt. Tudom mi az, tudom, nekem is volt. Elvesztettem sajnos. Utoljára ércmosó felé, nem, érc olvasztó felé ment. Erről ne beszéljünk, és kérem ne klippeljen senki. Basz meg, ez nagyon nagy gáz volt. Hát ilyet én még nem csináltam. Walter Popikám, te hova lettél? De beszéljük erről! Hát de... Golfot, ami konkrétan átugrottja a fél autópályát, ez... Ezt elmértem, nem így akartam. Azt láttam, egy feljárattal hamarabb jöttünk fel, végülis csak a szaladakorláton lepörepültünk át, de semmi gond. Nem így akartam, ilyet. Az a baj, hogyha ülve lettem, aki rendszeresebb baleset ezek. Merre van az üldözött? Szerintem meg. Szolgál... Tessék? Az üldözött? Tehát azt mondták, hogy érsz mosó fele ment utoljára. Érsz, olvasztom. Vagy olvasztom. De elvesztettem. Milyen gépjár volt? Akkor lekapcsolom a megkülönböztetőt és keresik. Hát egy... Mindjárt megmondom neked, berohanok, megnézem mi az. Jó. Datsun, bazd meg, az egy Datsun. Fehér Datsun. Igen. Datsun, jaj, az, amilyen... az, ami driftelt mellettünk, az a azaz, régi azaz. Japán autó. Azaz. Tiszteltem az LSG-nek. Tessék? Ejó. Mindjárt megfogom neked. Szerintem ezzel a terepjáról nem érem utol. Taurus meg még lassabb. A kollega lehet, hogy kéne menni valami. Szerintem az autójavító céghez. Itt van. Megvan. Bele messze volt. Vagy valami, nem jöttek, ott van még gyorsan. 85, 95. Kösz nekem. Meg akarok állni. Szálljon ki a gépjárműből. Tegye fel a kezét. Azt meg tegyem fel. Tegye fel a kezét. 81, 90. Gyere le a customhoz, a customnél fordulj jobbra és meglátsz minket. Megfogtuk a gyanúsítottat, a rendszáma ABE860-as Datsun. Megfogtuk a gyanúsítottat, rendszáma ABE860. Nem. Ott volt lenne, amit mondtál, Swiss? Nem. De itt körözött, tudtam, hogy erre lesz, de a rendőrök érték utól, én csak eléálltam. Szép estét, uram. Kérem a gyanúsítésen ülő embert is, hogy szálljon ki a gépjárműből. Látom a villamot. Vezető úr, fel tudná nekem mutatni a személyigazolványát, utána nem pedig a jogosítványt.
Szép estét. Na, jó fogás lett a végére. Jó estét kívánok. Á, csak meg lett. Pont innen kanyarodtunk, egymásba botlottunk. Rendben, a nevét meg tudnám mondani ezzel. Tírvá Katilla. 90-ben. Május 22-én. Köszönöm szépen. A vezetői engedélyt elkerültem. Persze, én vettem. Másik az milyen flag már támaszkodik ott? Köszönöm. Gépjárműjén van engedély? Szerintem nincs meg 20 km sebben. De nincs egyébként. Esetleg nyitva van a gépjármű, beszállhatnék, megnézhetném a kilométer óra állását. Nyugodtan. Köszönöm szépen. Jó, 15 km van a gépjárműben. A kollégák, melyik kollega is kereste ezt a gépjárművet? De miért állítottak magam, hogy még mindig nem értem. Megkérdeztem, hogy miért menekült a rendőrség alá? Én biztos, hogy nem menekültem a rendőrség alá. Értem, az elmúlt 10 percben erre tartózkodott. Megvásároltam a járművet és felszedtem volna tuningolni. És merre? Merre közlekedett? Felmentem ide a volt egy dolláros autópályán, és ott mentem, ott meghúzottam. Látom, gyűlnek a V-pontjai, szép. Szembe sávba, én meg mentem maga után. Én biztos, hogy nem láttam senkit, és nem is szembe sávba mentem. Hát mégis azt az utat mondta el, amelyre mentünk. Ez volt nekem egy negyed órája, igen. És a fegyverbolt mellett is járt, ugye? Én biztos, hogy nem jártam. Nem járt a fegyverbolt mellett, ahol az autót vásárolta. Megvásároltam a járművet, elmentem a gázban, kitöltöttem egy kerülőt, és onnan mentem fel. Mi pont ott találkoztunk magával. Ott találkoztunk magával, nagyjából 150-nel mentem mellettünk, kifarolt, és az autópálya melletti betonfal mellett kötött ki. Csak nem tudtuk utolérni, mert azután elhajtott. Ez biztos, hogy nem én voltam. Hát de most mondta, hogy ott volt a Gessmann-kinek. Hát és igen, ez pont ott történt. Ez pont ott történt. És én nem törtem meg az autó, meg nem mentem semminek neki. Most jöttem nekem hátulról. Félreállítottak, meg rám szirénáztak és egyből félrehúzódtak. Egy nagyon pici koccanás történt. Mivel tudtuk, hogy üldözött személy, ezért elmértem a gázt, arra készültem, hogy menekülni fog. Jó, rendben, ezt megértem, de én nem tudok elmondani viszont semmit. És én azt állítja, hogy amilyen a kis koccanás miatt lefüstölt a gépjármű, mert látom, egy kis füst jön a motorháztető alól, szóval nem hát az első nem. Találkozás volt ez szerintem. Hát eddig én nekem nem füstölt a járművem. Épp most akartam oda menni, akartam menni a tuningolóba. Tök a járművet meg feltuningoltak, amennyire lehet. Na, Spanyát átnézni, annál van valami. Intézem. A gépjármű alatt van bármiféle színezet, ne van? Mire kérdem? Hogy a személyigazolványát kérdem, kérném el öntől. Ja, nincs. Találkoztam a rájóta. Hogy nekem nincs ne, a járművem. Jó, rendben. Ezt mindjárt ellenőrizzük, jó? A kollega hívna egy szerelőt, és akkor amint beindul az autó, akkor kiderül, hogy van alatta neon, vagy nincs. Igen, persze. Itt az Ivó címim. Csontos van, hogy nem öntett fel jelentést esetleg egy olyan 30 perces? Jó, rendben. Jó, elteheti a személyigazolványát, köszönöm. Jó újságban jár.
Gyere inni. Hello, Rusti. Most várj a hátam, én itt a három napja, te meg basztád. Hát igen, mert én dolgoztam. Itt a Rufi! Elmentél dolgozni. Uram, megkeretném arra, hogy forduljon meg, és tegye fel a kezét. Át szeretném kutatni a ruházatát. Nyugodtan van nálam, egy sokkoló, két kézi fegyver. És a sokkoló hogy került önhöz? Szolgálatban nálam maradt még. Ugye be veled tízérben. Jó, aztán... a pisztolyra van engedélye? Jó, akkor tegye le a kezét és kérem szépen fáradjon velem. Uram? Igen? A férfinél... férfi bevallotta, hogy nála van egy sokkoló, meg egy pisztoly, amire engedélye van. A sokkolóra azt mondja, hogy szolgálatból nála maradt. Milyen még szolgálat? Igen. Mit dolgozik az úr? De a mentősöktől vissza lett vonva a sokkoló. Így van, tudom. Nem is vagy a szolgálat, de szolgálat előtt le szoktam rakni ezt a fegyvert. Másiknál is van? Van. Jó, rendben, a szerelő úton is van. Rendben. Jó, van, akkor megyek tovább. Ha nincs alatta semmilyen neon, akkor viszont nem. Nem az úr követte. De azt mondta, fekete rendszáma volt, nem? Hogy ennek még már fehér rendszáma van. Fél pillanat. És a vezető úrnál van sokkoló? Maga mit dolgozik? Bányász vagyok, de átértem taxista. Uh-huh. Bocsánat, csak le kellett adnom a szolgálatit, már nem félt volna el nálam. Nyugodtan egy kaját sem. Fáj a kezem, azt egy kicsit lassan vagy. Persze, a rendőrség tud segíteni ebben, menj be a rendőrségre, tegyél feljelentést. Hogyha feljelentést teszel és bevallod, hogy ezért van nálad, akkor nem fog semmi. Polár tenni. Keresnek. Nem keresnek, csak keresztül. Tessék, bocsánat, kicsit elbombult. Felbeszállítót keres. Lassan mozgik ezen. Fárt. Értem. De, már nyújtom. Jó. Úr a kérdésed. Rendben. Lehet beszívjük a végére, és tényleg nem ők voltak, az nagyon ciki lenne, bár nem sok ilyen mászkál a városban. Nem kapkodja el a szerelő úr. Olyat nem tudna esetleg a biztos úr, hogy leakasztja az oldalamról. De, tudok olyat, akkor ad rá engedélyt. Jó, rendben. Hát nem kapkodna. Lehet, hogy gyorsan lesz, mint egy lány. Meg is történt, leteheti, köszönöm. Jó, visszamegyek addig az urakhoz. Jó. Azt mondom, hogy miért van egy kibaszott zacskó balkaromon? Nem tudom, hogy került oda. Ráragadt a kesztyűre, vagy a franc se tudja. Jöhetne már a szerelő. Igen, ez...
Nem is értem én sem. Itt áll egy fekete hammer, az nem lehet, hogy ő az? Vagy mi az ott? Hát csak nem. Lehet, hogy valami rossz fiú. Hát az egyik szerelő, azt tudom, hogy fekete hammer. Hoppott fut valaki. Megvárjuk ezt, aztán. Nem nyugodtam, ráére. Ja, elnézést, rádióra beszéltem. Megvárjuk a szerelő idejére, aztán akkor. Nem Droid, tudom, nem akkor én csak tovább. Erik Ruit vagyok ugye, 4-5 napja vagyok a rendőrségnél, szóval egy nagyobúzókkal nem tartok ilyen kapcsolatot, hogy ők a szót csinálják, meg mint csinálják. Ez vagy szerintem nem, ez nem a kolléga hová mutat? A kolléga ránézett a Hammerre. Nem, ez nem az. Szóval az majd a nyomozók intézik veled, hogy az hogy lesz, meg mind lesz. Ez egy merci. Ez nem az. Blöp. Hát keresünk egy fehér dacunt, vagy ha jól hallottam? Igen. Valóban szerelő urak voltak, vagyis egy, mert elvileg UFO rablás történt. Milyen rablás történt? UFO rablás. Ja, értem. Blöp. Szerelő az út. Remek. Egy pillanat, kis türelmüket kérném. Mit kéne megszerelni amúgy? Ezt a fehér Datsunt. Aha. Csak hogy kiderüljön, hogy van-e alatta, nem. Jó, egy pillanat. Oké, viszont kéne motorháztető itt is, ott is. Kinyitni. Megnyitom bele. Ajaj, jönnek elő a tünetek. Tünetek? Hát az úr az már... diagnosztizált a betegsége. Blöp. Milyes fajta betegséget? Jelenleg nem tudom. Hát figyelj, az RP-s keretek az bármi belefér, ami RP-s lehet, szóval... Vagy otthon már nem tudom. Ezzel nincs elmond. Blöp. És ez milyen betegség? Pont ez az, hogy most elfelejtettem. És az úr nem tudja? Gyerekkori. Akinek... Blöp. Gyerekkori értelmes. És milyen tünetei vannak? Szerintem azt mondja, hogy blöp. Igen, szerintem is. Ez telefonnak biztos. Képzeli magát, vagy? Köszönjük. Beszállhatok, uram? Megengedi? Bele. Szerintem azt mondta, hogy bele. Mi a faszért van nálam kör? Ezt mondaná meg valaki. Nálam is az van nyugodt. Bassza meg, nincs alatta, nem. Kicsit nálam is van. És hogyha RGB-vel megpróbálod fölkapcsolni? Hát, de nincs benne RGB. Igen? Na, mivel nem van az autóval? Tök minden, mert hogyha az lement és kicserélt a rendszámot... Nem látok alatt a round. Belebb. Mi a sztori? Mit mondtál? Belebb. Jó, inkább hagyjuk. Hát akkor téves kapás volt. Jó. Akkor az uraktól szeretnénk elnézést kérni. Belebb. Jó, ez is kész. Ne viccelj. Nagyon szépen köszönjük. Nincs mit. A rendőrségnek ingyen volt, viszont az úgy 5000-et szeretnék kérni. Azt mi ajánljuk. Akkor 35000-et kérek csak. Rendben. Csak egy kocsi volt. Másikat azt elengedem, mert az előbb megígértem itt a kollégáknak. Mondaná egy bank számot. Vagy készpénzbe, vagy csekbe. 1084. Ahogy jönnek jó. Ja, mint az a régi telefonsérgés. Ja, Istenem. Jó, mi tovább állhatunk a kollégával akkor? Akkor keresnénk tovább a célszemélyét.
Fröncsolja. Igen, köszönöm. Igen. Viszlát. Köszönjük, szép estét. Elnézést kérek, kellemetlenségekért. Kupika. Ők voltak, azt tudti, csak lekapcsolták. Szerintem is levették a neont, biztos, hogy innen jöttek ki. Csak a túloldalról. Igen, mert hogyha elmegy hátul, akkor ki tudja. Igen. Igen. A, most megy vissza. Itt a benzinkutnál megvárom őket. Legyünk mi is a környéken? Hát... gondoljátok, bár nem hiszem, hogy... nem tudom. Szerintem ezek után nem hiszem, hogy csinálnak valamit. Ez az egyirányú utcából jött ki? Ezek most milyen szerelők voltak? Egy motorost vettünk üldözőbe. Merre? Megy ki a négysávos autópálya fele a kockatér felől. Papi, C-hangod, koka. Ja, duplázottam, mert hogyha megnyomom az M-betűt, akkor izé. Mentek ki Szendi sor felől? Sziasztok. Nem neked, hanem a Walternak. Yeah. Szendi sor felé mentek? Igen, szembesávba megyünk. Jó, oda verte magát. Nem esett le? Nem esett le, és én szállt le? Nem erpüzik semmit, de beleszállt a falba már egyszer. Jó, második figyelmeztetés meg volt. Ne! Jó, lemegy földútra. Jó, kifogyott az üzemanyag. Oda már nem tudjuk követni erpüssön, maximum így lesz. Kurva életbe. Az remélem, hogy már megint nem a Dynamo lesz. De ott még mindig rendőr? Nem. Hogy? Hát elkövetett olyan dolgokat. Iha. Amiket te nem lettél megbüntetve. Kicsoda. Mi? Miről beszélsz te? Hogy ebben én nem beszélek veled. Jobban jársz, ha nem válaszolok. El se hiszem, megölt végre a szerelő. Én vártam rá 10 percet, nem jött egyése. Nem, mert rendőrök lefoglalták. De szerintem több szerelő van. Csak megy Vaják, már megint tőled hallatszik vissza a pornó csattogásod. De mi? Nem hallatszik tőlem sem. De. Pussa, inkább így áll. Akkor nem hallatszódik vissza, de ott van. Jó. Nekem már csak az derült ki. Hülye. Igen, de tudom igazunk van. Az is igaz. Na, ezért jó saját kutamon tankolni. Ingyé van minden. Ujjjjj. Amúgy nem vagy zsidó, hogy saját benzinkutadra jársz tankolni. Azt a rolad teget most nézem. Saját benzinkutyára eljön az utolsó fél csíkkal is tankolni. Igen, csak a drága. Pisztoly lőszer nagy mennyiségben. A tártért. Hát, szerinted a tárban mi van? Gumicukor? Egy gumi golyó. És ez a jövő, bazna. Hát a nagy mennyiségben a lóváros ez illegális. De 25 ezer én minden is. Megéri. De ekkora mennyiségben már nem kereskedelem? Attól már itt legális, hát ez... Micsoda? Kereskedem, hát, üzérkedés. Több száz, vagy több ezer pisztolytár.
hogy került hozzá. Hát ugye neked fizetni kell ért, hogy a boltot bárulhassa, ez igaz? Hát, így van, így van. Úgyhogy igazából ez kereskedelemnek számít, mert hogyha nincs engedélye hozzá, akkor ez viszont bajos. Ez probléma. Akkor kellemetlen lesz. Akkor szálljátok meg, kapjátok el, verjétek le. Minden autón füst, amúgy láttam, hogy kiírta, és mondjátok, hogy MG-zek, de közelében nem megyek. Most én MG-zek, én vagyok a sasszám, menjetek nyugodtan. Ennyi. Csak nem a Dynamo. Egy kérdés, erkölcsi bizonyítványt én is tudok kiállítani? Mit? Erkölcsi bizonyítvány. Nem. Nem? Nem. Oké, csak kérdezem. Na, ki a erkölcsi bizonyítványt, ezért kérdeztem. Csak líder állít ki erkölcsi bizonyítványt. Oké. Itt egy srác, ezt akar kérni. Olyan hangulata van, a cápás hurrakánba bekapcsoltam a Dankó rádiót, és azt szólt. Legjobb a Dankó rádió, ma nem is tudom, a Tamást készítettem ki vele. Te tényleg Tamás, te ülsz mellettem. Jó. Tamás, itt vagy? Valakit kergettek amúgy? Nem, megint megvannak a motorosok, üldözzük őket, kórház mellett lefordult balra. Csak akkor kell ingém is mondani, amikor a közelébe vagy. Jó. A főnök mindegy, utána nézzük ennek a üzérkedésnek. Itt vagyok. Mi az üldözés? Már megint a tetves motor... Na, az szép volt. Vigyázz, szallakorlát, nem barát? Nem. Nem, mindig akkor kell üldözni, amikor rágyújtok éppen egy Aikosra. Hát, mert olyan csak a buzik szívnak meg a lányok. Nem. Az rendes figyeltetés. Én ha buzik vagyok, zavar? Hát, mondjuk igen. Engem is zavarnak, megértem. Jó, azt elvesztettük, ez szerintem megint vagy a da... Bazd meg, direkt itt megy át előttem. Ezt nem hiszem el. Volkswagen-nál soha nem fogok utolérni. Nyugi, mindjárt kiszpekelem, azt megmondom, hol van. Ne. Hát nem is csinálnám, nem. Itt egy motoros a PD előtt. Paletóban vannak, oda menjetek. Itt fekete hammeres mozdulult be a munkaügyihez. Azt szeretem. Ez baj. Mögöttünk nagy sebességgel. Két autó is. Elnyert a föld az egyiket. Aha. Okay. Aha. Új, folkotró esik a föld alá. Felesítem bap alá, ott ment szuperkár fel egy nagy sebessége. Ja, azt nem figyeltem. Hátra néztem, pont a mögöttünk lévőket néztem. De igazából a trafi sem fogta be. Ó, tudom én, ki ez a motoros. Hát mindenki tudja, OC tudjuk. Én most tudtam meg. Sose én kapjátok előbb, el. Előbb IC mellé, hogy a tovább mondom, ezt te vagy, láttam én. No, Jézus. Már nem a Jézuska az. Na, hülye, gondoltam. De tudom, hogy ki, ha már így beszéltek róla. Vigyázz, ne. Mellém jött, benézett a kocsiba és tovább ment. Ó, mondom, te vagy az. Valaki hozzon már egy benzines kannát. A szerelő nem képes kijönni. Dobj egy koordinátet valaki és elmegyek vissza közöttéked, jó? Hát itt vagyok a kifelé vezető, autópálya kivezető. A hangjáról meg lehet ismerni. Szendi sor felé. Szendi sor felé, kórház mellett. Szép, jó estét kívánok. Jó estét, uram. Minden rendben? Persze, egy szerelés szeretnék. Ja, már is mondjuk. Elég csak egy pár. Magyar, nem kéne elmenni orvoshoz? Igen, azt már? Akartam kérdezni pont. Egy kicsit dőlöngél meg, stb. Dőlöngélek. Elég szarul nézel ki. Hát, kicsit a lábam beütöttem. Azt látszik, igen. Tehát igazából jó, hogy még állsz. És így ülsz volám mögé. Sok vezetés. Apa, ne érmény, hogy ja. Meg a bal jobb térkrácsot szét van lőve. Hát, tesszük, hogy mit veled a szolgálsz motor? Ez is a zavarok, csak felnyitom a motorháztetőt. Ja, nagyon szolgálati. Van. Van.
Aha, hogy ne lenne? Kívülről. Fehér, fekete. Törted magad. De ezt a kurva ködöt kéne egyszerűen eltűntetni. Hát én ezt nem érzékelem szerencsére. Hát pedig kívülről úgy néz ki. Ez a motion blur. Vagy gyógyulj, vagy gondolják valamire, tudod. Hát azt le lehet venni. Hát majd bemegyek a kórházba. Ha, valamikor jól néz ki. Szia! Hello, szevasz! Hát akkor meg... Nem értelek. Ez az acskó is áragadt a kezemre. Ha mi van veled, mi billeg? Én nem nagyon látlak. Nem tudom, mondom én. Még nem mentem előttem se. Ha mindenki ezt mondja, de én nem... Én nem tudom, hogy ezzel pontosan biztosan biztos. Akkor másnaposság, másnaposság. De hogy is úgy nem lődök volna mögé. Vagy totára be van baszva. Egy dokihoz kéne menni. Végeztek alkoholteszet rajta? Szia, Tika. Nem tudom. Én szia. Mi a pálya? Semmi különös. Szerintem itt a motorosok kerestek. A motorossal. Látja valaki valahol? A hangot hallom. Ja nem. Ezt keresik. Ezt keresik. Láttam egy motorost most. Kész van uram. Csillog, villog. Csak vezessen óvatosan. És... Jaj, itt van Bajusz. Tisztán lehet. Hello. Jó estét. Szép jó estét! Szép estét! Na, itt vannak az alkatrészek. Engem követ egy motoros. Há, nem mi. Jövök a... Márra vagy, Rusi? Márra vagy. Majd kilőtt egy speed motoros Dynaco-hoz. Aga... Hol vagytok? Hol vagytok? Kockatérnél van. Kockatér? Uh-huh. És célkeresztezik a patkány. Az mindig. Azt hiszem most jött velünk szembe. Egy piros motor, fekete bukós, csak persze. Még egyszer, ismételt kérlek a motor. Egy speed motor, nagy széles hátsó gumi speed motor izével, fekete bukós, és aztán piros jacky van rajta. Köszönöm szépen. Köszönöm. Én nem fogok játszani a szerveren. Akkor 10 parancs van, mert rád légy? Igen. Oké. Okay. Először csak kereket? Nem élből üt. Merre volt ez? Kockatér? Itt van mögöttünk. Kockatér, kockatér. Merre? Fegyverbolt mellett, most megy el kórház fele. Menjek közel, levök. De ez most... De ez nem is az, ez a cross motor, te balon. Attól még 188-al megy. Kórháznál föl? Igen, kórháznál föl. Lekanyarodott aztán rögtön jobbra a másik. A cross motoros már nincsen még izé tűzparancs, a cross motoros nem lőtt. Merre ment? Nem tudom, elvesztettük fegyverbolt mellett. Amikor itt kanyarodott föl, de van pár tippem, hogy hol lehet. Sikátorokban nézve, te is jobbra nézve. Az már annyira nyomorult, hogy még jobb hátra cserél. Ment ki hozzád mentős? Pusi. Na, itt látod? Ez neki az erfély. Tiszta, tiszta. Faszom ebbe. És ez az ember mondja azt, hogy ő ezért csinálja ezeket, hogy RP-t csináljon. Ez neki az RP csinálás, hogy baszogatja a rendőröket. Valaki találkozott azóta a Dynaco-val? Nem. Nem, de nem is baj.
Merendkezőben hát, azok a kórházban, hogy mindenki azt mondja, hogy robbant a kocsi. Hát de izéld, sétálási stílusokba. Hát mindjárt benézünk oda. Meg lehet azért vannak ilyen koordinációs problémák, azért vágódok össze-vissza a kocsival. Hát ez nem hakocsú, te. Következőnek, hogyha meglátom azt a motoros hátulról közeledni, kivágom elé keresztbe. Igen. Legyen úgy. Ruslan, találkoztál azóta? Ja, hello, szia! Ciao! Piros a lámpán? Nem, mert ezért négy osztásban dolgozik a lámpa, szóval látod, most jobbra zöld van, de balra nem. Szóval valószínű, hogy neki zöld volt. Yeah. Hút az ablak. Szupra, küld be ide azt a fehér pulóverest, mert elküldöm a faszomba, hogyha nem jön ide. Itt könyörgök neki. Ó, hogy le vagy némítva, te istentelen. Százötvenkettővel bemértem. Fényképezzed le. Már elbaszódott. LSPD! Stop your vehicle now! Jó estét kívánok! Jó estét! Megkérdem azt, hogy hagyja el a gépjármű volánját. Szép estét. Tetszik tudni, hogy miért állítottuk félre? Nem igazán. Azért, mert 152-vel ment el keresztbe a gépjárművünk előtt, és bemértük. Kereszt? Ja, hogy hát, úgy kereszt. Hát, úgyhogy mi oldalt álltunk, és balról jobbra ment át új keresztbe. Szerintem nem vagy 152. Hát volt a 152 sajnos. Azért, Trafipax-tól hogyan gyorsultam volna fel 152-re a lámpáig? Hát ezzel a Mercedes-szel lehet csodákat művelni, ismerem. Ez a Mercedes maga a csoda. Hát igen, igen. Nos, vezetői engedélyét szeretném elkérni. Adom is. Nagyon szépen köszönöm. Kolléga, beírjam mentést.
Tessék? Jelentést megírjam. Azt megköszönöm, igen. Mindjárt, ez akkor a legdrágábbik szabálysértés volt, nem? Így van. Vagyis a leggyorsabb. Igen. Rendben. Haladta a 40-es túllépést. Úgy 52-vel. Összességében. Máskor inkább meg sem állok. Hát akkor még rosszabbul jár, mert előbb-utóbb úgyis elkapjuk. Ah, hát mi ma már találkoztunk úgy egy fél órája, ha jól látom. Gyakori vendég vagyok. Azért szerintem a golfán nem érnének utol. Azt csak hiszi. Nem hiszem, hogy megy 400-at ez a Merci. Nem hiszi. Nem hiszi, de megy, sajnos is. Hát ez nem megy, mert ez az olcsóbbi. Ez a drágábbi. Ez a CLS 53, 6 millió 500 ezer. Ah, de a 63-as megy izé 400 fölé. Mindegy, nem is ez a de lényeg. De nem, az GT Merci. Ez CLS. Ah, jó, mindegy. Richman Mark az úriember. Igen, 1999, 0510. Akkor megyek is be, írom a laptopon. Várjunk csak, akkor a Golf az gyorsabb, mint a CLA Merci, a rendőrségi CLA Merci. Kockatérre rohangál valami fehér póló srác. Nagyon fiatal szaga van. Két motoros kockatérre. Engem ki akarnak rabolni, ez nem tetszős, elkezdek menekülni, Porsche-val. Merre vagy? Jönnek utána. Gyere az autó tapasztalatból van egy kérdésem. Nem? Igen? 600 ezer lesz. A 600 vagy 650, mindjárt megnézem. Jó, azt mondja, hogy akkor a forgalmi az még jó. Jó, rendben, akkor uram visszaadom az iratait, amint a csekkeret. Rendben. $650,000 lesz majd a végeredmény. Szuper. Autóval fizetnék. Jó, rendben, majd megbeszéli a behajtási osztálya. Jó, akkor ez esetben ugye visszaadtam minden iratot, odaadtam ennek a csekket. Azt hiszem, igen. Papírok rendben voltak. Hát akkor arra szeretném megkérni, minél hamarabb fizesse be a csekket, lehetőleg 7 napon belül, és legközelebb figyeljen oda a sebességre, kérem, és a kressz szabályra. Rendben. Nagyon szépen köszönöm az együttműködést. További szép napot. Egy kérdésem még lehet? Igen, persze. Itt csak a lámpánál lehet jobbra fordulni? Vagy itt nem kell megvárni a lámpát? Hát ugye a kressz szabályzata az úgy van, hogyha piros a lámpa, akkor is elfordulhat jobbra, amennyiben meggyőződik arról, hogy a bal oldal irányból nem jön semmi. Értem, köszönöm. Kivéve, hogyha ezt kiegészítő lámpa szabályozza. Értem, köszönöm. Nagyon szívesen, szép estét. Viszlát. Tóth ment előtte. Az én vagyok. Az egy irány utcában itt vagyok, nincs itt. Elhajtott valamára, nem láttam merre tért be. Itt nincsen. Lehet, hogy megint a sineken próbál menekülni, de akkor kibannolom a rámba. Azzal a motorral. Igen. Hát nézd meg akkor a biztonság kedvéért, mert itt eltűnt. Kiesett a világból. Ott tudja, hogy nem fogjuk utolérni, ez tény. Jó taktika. Polár, nem maradt valaki? Nem, nincs semmi baj. Teljesen rendben van. A másik különben is tudjuk, hogy ki volt, de ugye hangon, hogyha nem ismerünk meg senkit. Srácok, nem úgy van, hogy izé... Nem úgy meg lehet ismerni. Illegál nem hívhat meg. Hát a Pikesz volt, tessék. Az ember ezt mondta, hogy hang alapján meg lehet, hogyha... Igen. Ha nincs, tehát nincs olyan, hogy a sisak torzik. Mit üldöznek, mit üldöznek, mert látok, hogy motoros kockatérnél. Figyeljetek, nem tudom, Vejsz. Az bennem, hogy ugye illegálra nem hívhat rendőr. De Pikesz nem illegálnak. Nem tudom. Igazság szerint nem történt még semmi, most annyi történt még, hogy elém álltak, én megfordultam és elkezdtek követni. És ezt ugye nagy sofőr vagyok, neki mentem a karácsony felnek. Tehát a Pityesz már nem frakitag, ő már nem illegális. Most az, hogy néha illegálkodik, az a Pityesz. Attól még illegál. Hát
most mindenki, aki átmegy a piros lámpán, akkor mindenki illegál. Érted? Aki boltot rabol, meg rabolgat, az illegál. Hát de azért elkaptuk. Hát egyszer nem, de a Dynoco-t igenis, illegál nem hívhat rendőrt, tehát a Dynoco nem hívhatna magára rendőrt például. De a Dynoco már semmit nem kéne, hogy csináljam a szerveren. Ez így van. Hát. Eléggé engedékenyek voltak vele. De most milyen depónak zárva a kapuja? Ez most milyen depóról beszél? Szerintem a PD garázsban. PD hátuljában esetben. Kocka hátuljánál megyünk ki. Itt megy előttünk. Kórház hátulja. Itt ment előttünk. 181-en jöttem be. Kórház hátuljánál megyünk ki fel autópályánál. Á, 190 nem érem utol. Még mindig menjünk a pályán, annyit látok. Jövök. Szembesávba megy. Tehát ez, hogy 180-nal megy a rendőrség, most ez egy kalapszar. Felment a hídra? Fölment a hídra, fölment. Nem is jött le, elfordult balra. Más szendélyítok, vagy hol? Nem. Még a város határánél. Jó, elvesztettem megint. Kiengedtem a Dynoco-t a PD hátsó udvarából. Nincs meg, merre ment? Nem. Vissza is fordultam. Rilogolni fog a Dynoco-s azok. Hát attól nem lesz jobb a játéka. Mondtam neki, hogy bújjon el addig, amíg rilogol. Kicsit gusztustalan ez a motoros bassza. Ez a Harley? Már 180-nal megy ez a szar. Hát tudom, mert... Hát nem arra van kitalálva, hogy egy gyorsasági motor legyen. De az cross motor, tehát cross motorral azért felveheti a verseny. Van benne izé tuning? Persze, hogy van. Mert a kutyát nem érdekli. Ötös sportuk őket tuningolni. Jó, menjünk meg faszomat. Menjünk. Ez kutya nincs itt. Tudom, csak én. Geci, megvették az összes szendvicset a boltomba. Melyik az összesből felvették? Mindenhonnan megvették az összeset, és tudom is, hogy ki, és így tudom, hogy ki vette meg. Latakos Kemál. A Kemálék vették meg az összeset. De minek? Azért, mert ő 4500-ért árulja, vagy 5000-ért, és azt mondta, hogy így ő jól fog keresni rajta. Mondtam neki, hogy hajrám, csináltam ma 200-at. Mondtam, hogy csináld nyugodtan. Én, aki nem szoktam craftolni. Nagy okosság volt. Weiss vagy Rusi, valamelyik kötök közül ráért a kötöcsétlen kiállítani? Már megint kell? Hát majd jöjjön vissza olyankor, amikor éppen ráérünk. Másik srác szülök, aki itt volt. Ja, hát most jó, oké, most csak most már üldözünk már mindenkit. Mondd már. Meg, este fél okay. 10 van. Akkor majd holnap? Jó. Oké, akkor mondom neki. Holnap körülbelül mikor délelőtt délután. Megvan kocka térném, a Pityesz megint megy kifele az izéhez. PD melletti hídom Szocsi sok felé. Hozom a Vapidot. Elfordul jobbra a Elecskáztöm felé. Hozz meg. Elecskáztöm mellett jövünk ki hátul. PD híd fele fordul. Nem fog, nem ment rá a hídra, ott megy veletek szembe. Esélytelen. Kaszinó felé megy? Kaszinó felé megy, még mindig. Nem látok ebbe a ködbe semmit. Elfordul, bank utcája alá megy. Igen, jobbra. Kaszinó. Bank alatti utca, megyünk kifele, Sandy fele. Nem bankba fel... Bank utca? Uh-huh. Bank utca. Üldözés van, srácok, sziasztok. Igen. Szia, igen. Bank alatti utcába látok utoljára. Bank utcájába látok, de hogy innen hova ment már megint. Lenézek csak egy nem utcával eljön. De. Faszék kell helgelni a rendőröket, akkor csinálnak valami normálisat amúgy. Ez egy kalapszar, ez az autó. Vagy motor, vagy mi a faszom.
Én ki fogom pitálni, ahogy meglátom. Lelököm a motorról a gecibe. Motorral vagytok, vagy kocsival? Hát én motorral, de most cserélem, nem ez 180-nál nem megy többet. A fos pisztoly. Na jó. Bazd meg, itt van a PD előtt! Megyek. Üldözőbe vettem. Merre tart? PD mögötti kis utcában a autóbusz pályaudvar fele ment. Autóbusz pályaudvar. Elment izére, Sandy fele. Itt van a Dynaco is. Sandy fele megy ki autópályán? De hol van? Hát Dynaco kórházhoz fordul le, főpublikhoz fordul le. Na. Jó, megy megint ő is. Azt a kurva, valaki kivitelt. Nálam neked se jentem. Nézd meg, egy kocsim össze se tört. Merre? Mert balra megy, balra megy, balra megy, balra megy. Jó, hát na, ezeket... két méterre mellette. Jó. Jó, én most meg ott megy, szembe bevenn. Ha ott megy ki motorra, én kibaszom. Nem tudom, hogy hol. Ott merre vagy topozta? Sinnen megy most. Most megy megint... kifele, most megy kifele, Sandy. Jó, hát itt már elveszítettem ennyi jó. Itt van mind a kettő, itt van mind a kettő. Semco-nál fog kijönni a motor. Ezt valaki spekelje már meg, mert szerintem ez szar, amit a Dynaco csinál. Tehát szerintem az... Felmerd a dombra. Hát én nem tudok fölmenni. Az nem érték. Kapcsold le a golfról a szirénát. Erre vagy ki. Ott megy. Merre? Amerre én jöttem a... Nem látom, merre mentél. Már. Föl a hegyre, most megy itt fönt. 72-86-nál járunk. 286-on? Swiss boltja fölötti utca. Igen. Ja, mentek föl a izé fele? Leadó fele? Szirénáztok. Fölment valahova a hegyre. Írom neked a múgy a posztán. Walter. 60-80-nál elveszítettem. Jó, hozok ki helikoptert. Ja. Itt egy motor. Hol a Bobby? Eldőlve van, eldőlve van. Lehet, hogy itt hagyta. Milyen motor? Hát ez egy XT660, azért mondom, lehet, hogy az övé. Merre motor? Nézd meg, lehet, hogy sőt, biztos nincs rajta rendszám. Dynaco Marcus. Nincs rajta rendszám. Hát akkor ennyi. De lehet, hogy még ott van a környéken, küldesz egy kódlit. Vagy posztált. Hú, de lassú valami miatt a rendszer. Itt megy a motoros. A leadónál van. Az illegál leadó. Földjutom meg. Köszönöm szépen a követés, most nem tudom megnézni ki volt, bocsi. Majd nem tudlak. Biztos, hogy tudjuk, hol az illegál leadó. Hát én egyetlen nem tudom. Én sem. Azért mondom. Megint elveszt. Őrt kéne hoznom magammal, meg relugolni is fel egyet. Rossz motorral volt, onnan a pigyesz. Jó, mi átkutatjuk a környéket. Te nézz jobbra, én nézek balra. Okay. Ezt amúgy élvezik. Igen, ezután szerintem lefekszik aludni, jól kiveri. Ma is beszopottam a PD-t, kurva jó vagyok. Szevasz, a boxi. Köszönöm itt szépen a fönt. Követést. Ott amerre mész. Valaki dodge-a volt fönt. Lefoglaltam a motort. Inkább felült a izé mögé, hogy nehogy azt mondják rá, hogy non-RP-s.
itt kell valahol lennie, ott azon a környéken. De Dynaco mindig ott hátul a vasútnál, ott az izénél menekül el. A sinen átgurul, és lemegy a csatornába. Hát most hirtelen nem szerintem itt van valahol fönt a házak között, vágod? Honnan ismerjük egymást? Mi itt járkálunk a házak közt, de még nem. Nem, de ahol Weiss most igaz, teszi el a motort, biztos, hogy itt van valahol a házak közt. Mi is itt vagyunk. Két utcát már elnéztünk. Papi, merre vagytok ti pontosan? 60-80. 60-73. Itt a Baitrikonyon Ródon. Ezt átnézzük még egyszer, mert valahol itt kell lennie. Tehát ott van valahol elbújva Weissnél, azt nézi azt keresem, de... azért, nem, azért jövök így, hogy nehogy hátba lője Weiss-t. Már nem dőhet hátba. Az indokolatlan lenne. Mentem tovább. Jó. Nekem nem szerelő. Én pofára estem. Marzi, a Bennit azt te bannoltad ki? Ja, állj meg. Meg is érdemli ez a szaros, már megint. De, és hogy hazudik? Jó, most megnézem. Non-stop hazudazik. Én ezt most vettem, ezt az izét. Meg, hogy olyat írt, hogy soha nem volt még a szerveren, aztán 6 bannja van, vagy mennyi. Minimum 6. Na, engem fel se enged most a GTA. Mert? Nem tudom. Requesting server future policy. Indítsd újra Steam. Újra indítok. És jó. Kivel vagyunk szerződve, szuperká? Igen, megyek én is oda. Széttöltöm a kocsit. Több mentős lesz ott, mint szerelő. Várjál már, szerződés vagyunk már, szuperká? Igen. Fél áras meg minden? Nem. Ja. Nem. Nem? Civilre nem. Civilre. Akkor rosszul olvastam. Csak ja, én meg válaszolgatok itt nektek, és ki vagyok némítva, bazdmeg. Hogy igen, én basztam ki a hülye gyereket. Itt egy XT-T60 mögöttem. Hol az az itt? Hol? Kórház publik. Kórház publik előtt, mögöttem van. És azonos a célszemélyel a ruházata? Bőrkabát, fekete sisak. Merre az az itt? Fehér motor. Mondtam, hogy kórház alatti publik. 8037-es a posztál. Csak tudod, az zavar engem, hogy egy lassan 10 éves játék, bazd meg, akad össze-vissza, fossa hányja össze magát, és a vataói játék meg full grafikán megy. Hát igen. Ó, ez nem ő lesz, ez meg áll. Vagy ez csak a beetetés. Szólj, hogyha kell erősítés. Őrs is most megint alszik, azt majd fel kell, izé? Éjfélkor. Nem tudom, bejött, aztán kiment. Helyen. Meglátta, hogy itt vagy. Bíj. Mondta, ilyenek nem jön. Erősi, főleg akkor nem, hogy... Ha még innen, akkor talán. Lehet van benne valami. Á, úgyhogy bonts meg azt az almás... Jimmy-t. Ó, basszalak a kőfalhoz. Na, gyere! Vaják, te alkesz. Mindjárt én is bontok valamit, amúgy. Aszkó! Nagyon helyes. Hát is egész izé. Egy borovicskát. Már csak az van itthon. Ííí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 í Nem, izé, vörös bor. Jaj. Nincs itt.
És mi a borovicska nálad? Hát a borovka pálinka. Ó, azt innám. Az finomabb. Ez jó még Lengyelországban. Zubrovka. Szerintem meg Dynopot kapjuk el, és menjünk el, kint átsuk el. A Markus, ez megvan, hogy előbb ment el innen, ezért... De te nem szólsz. De szupra olyan, mint a faszom. Akkor mozogom. Már megint te vagy. Várj. Ász megver. Jó, most adtam neki az iratait, Majki, majd gyere visszafele, igen, azt mondja, akkor kapd el. De amúgy tényleg jó dolog egy autós üldözés, jó dolgok az üldözések, de itt nincs előzetes RP, csak oda jön hergelni a rendőrt, aztán megy. De vagy a PD hergelni... Most fel van kapcsolva, az előbb nem volt felkapcsolva. Na, mert király, már ez is három állású fasza. Ez a PD hergelés itt nincsen tiltva? Esetleg. OC nincs. Nem, mint hogy szerver szabályzatban nincs, de jó nagy csekket kapnak érte. De most nem... Baszom. Be kell ennem megcsinálhatni az autómat, mert mindjárt lefüstölök. Voltat valaki, Vejsz? Csak jöttem a parkolóba. Jó, szuperkárnál? Ja. Ha mentek, mentek, persze. Vannak. Már megint is elcsöbödöttem öt fűre. Hát nem mehetek gyorsan, mert lefüstöl az autó. Saját pénzemből. Van egy, megint egy XT660, vagy mi a faszom, egy piros kabátos csávó műről. Azt hol, keresünk. Az Dynaco. Kórház publik. Arra van tűzparancs, nem? Mehetünk, gyerünk, kórház publik. Kerekes. Is van a kereszteződésbe akartam. Jön még egy motoros, az nem tudom ki. Hol? A kereszteződésbe vissza. Hol? Ott, megy. Főső bejárattól megyek, hát ha itt akar menni. Na vaják egészségedre. Állítsátok le a motorról, gyerünk. Többi rendőr hova? Supra, mi a fasz csinálsz? Előbb itt voltál még. Szép napot. Mi történt? Az úriember elém állt az autóval, csak mondom. Civil autó. Az úriember az egyik rendőr. Igen, és civil autó. De miért? Mi történt? Hát kérdezem. Nem maga volt az egyik véletlen, aki menekülgetett a rendőrök? Én biztos, hogy nem. Én meg szoktam állni, az első felszólításra már megállok. Hát ezt tud. Tudja el, hogy nem hiszik el. Az hát azt én tudom, hogy nem hiszik el, de nem én voltam. Az ártatlanság joga véd engem. Na, de uraim, nem mondják, hogy mi van, mert én sietnék. 1001 dolgok. Itt vagyok újra. Na, merre siet, merre siet. Bahamába. Elkaptátok? Igen, állítólag olcsó a fröccs. Igaz, hogy szar a bor, de legalább jó. Merre? Nem tudom. Kórház publiktól kikanyarodt szöktem baloldali sarok. Nincs. Ezt a lebújt. Nem csinál. Na, van valami szórakozási lehetőség? Csak mentem, ő rám dudált, azt megálltam. Hogy most ez mi? Így körbeálltak? Azt a mindegy. Na, biztos úr, ha még akarnak valamit mondják, aztán megyek a dolgokra. Jó, megy a dolgok. Oké. A legjobbakat, aztán kapják el a bűnözőket. Ő megjött onnan. Ezt elkezdett dudálni. Megy is tovább. Buzi Pityesz már át van öltözve, meg minden. Ha mert Pityesz ügyes? Mert neki van kicsi esze. Nem így van. Na, égi szem fent van. Nézd el a gezdben kihoz. Yeah, mintha egy motort hallottam volna arrafelé. Hát egy hőjjel esik be a főbe le, ott közlekedik pont a kocsi alatt, Vajkinál. Az mókrisztezik, vagy az? Én vagyok itt fent. Ja? Már röpködök, nézem, elmegyek a repcsiket, megnézem.
Gesz meg Gelcsó kiáratával, ott van ott egy hője, de mindjárt nézem. Valaki nagyon fut. Egy kockacipős futkározott. Ja. Maratonra készül. Íj, bazd, milyen refélye van ennek te. Nem durva. Ki a túró volt az rendőrautós? Vaják. Jó, nem, nem, az nem a vajáké volt. Egy másik XT660 lila kabát. De az már kellett. Megy a motor autóker felé. Mögöttetek van, a Golf mögött van. Üldözzük? Nem tudom, hogy ez ki, aztán igazoltassátok azt is. Nem mögöttünk. Ki előtted van. Látom. Nem, mögöttetek volt, csak elmentetek. Én a Mercivel voltam. Mi nem láttunk semmit, se előttünk, se mögöttünk. Mondja, igazoltatom. Csak nem, mint a lámpánál akarom fél rá. Nem a HXT660, hogy az a Pityesz, vagy... Pityesz van még Golf. Van még valaki Golfa rajtunk kívül? Nem tudom, ki van Golfa. Mi vagyunk a Tomival? Vagy. Az autókernél látok egyet. Autókertől jön. Hát már ott van négy egység mögötte. Igazoltatom, nyugi. Testét. Megvan. Itt van Dynoco. Az Dynoco? Ő is át van öltözve. Ruhaboltban van itt egy, a PD mellett ruhaboltban van itt egy úriember. Nem tudom, hogy... Az lesz, gondolom, Pityesz. Nem látok járni. Lila XT-vel van. Jó, nem azzal lőtt rám. A Speed motorral. Mondjuk arra rá lehetne verni, mert ugyanazzal a ruhával szórakozott két napja. Aha. Kollega, kicsit el tudod kicsit venni, tudod venni volán? Persze. Ha itt tartály megtelik, az vagy kifolyik, vagy néha ki kell engedni. És pontosan jól látod a helyzetet. Itt látok, hogy úgy kell jelölni. Sárcsék figyelmet, addig szórakoztatiteket az a kollega. Na, itt vagyok, most el tudok segíteni. Béci, fölvittem egy új nyomozati aktát, majd azt olvasd át, légy szíves, és a segítségre lesz szükség. Én amúgy a ti nyomozói dokumentumotokat arrébb raknám egy másik izébe, amiben megint egy új doksiba. Ugye korrupciót azzal is megjelenik. Rusi! Mikor kaptad csak két? Tudod nekem nézni? Dynoco? Igen. 3 millió, 1,3 millió, 2 millió. Mindjárt mondom. Én türelmedet kérném. Kapott egy 3 milliót és egy 1,3 milliót 18-án. Hónap közmunka 17. De a 3 milliós érdekel. Attól lefelé. Két napja kapta meg. Két napja? Oké. Okay. Akkor még van 8 napja befizetni. Mondjuk erre is mindenki más pont, hogy kérd, mikor. Én 7 napot. Én 7-et szoktam mindig. Én 24 nap. Én 24 órát. Akkor 5, akkor egy hete van, tehát akkor még 5 napja van, igaz? Akkor maradjunk abban, hogy egy hét. Jó, rendben. Jó, most rá. Nos, most eljöttem. Igen. Nem volt nála semmi. Fedélzeten.
Na jó, srácok. Ez az adás már ennyi lett volna. Szerintem már én sem maradok túl sokáig a szerveren. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki ma bekövetett Aboxihun, Vajki, Plazma, Mr. Idiot. Nektek nagyon szépen köszönöm, és minden más nézőnek, aki itt volt a régebbieknek. További szép estét nektek. Outro.